Saját készítésű bicikliét mutatja be Ede, az egyik fiatal kerékpáros, aki részt vett a Bringáza munkába program záró rendezvényén. A szerda reggeli divat bemutató célja hűen illeszkedik a projekthez, vagyis hogy egyre többen pattanjanak biciklire, akár a hűvösebb időkben is, trendi felszerelésben. Ő pedig már Brutál, aki egy 22 éves BMX-en szeli az utakat, teljesen hétköznapi ruhában. Vagyis lehet így is, úgy is. A lényeg, hogy élvezzük az egészséges tekerést. A mai rendezvénynek az volt a célja, hogy az autósoknak, illetve a gyalogosoknak meg tudjuk mutatni azt, hogy kerékpározni igenis trendi dolog, és ez nem egy ilyen lesen állandó dolog az ő, aki kerékpárral közlekedik, hanem ez igenis lehet fiatalos és lehet divatos. A mostani akcióhoz az Import Impro csapata is csatlakozott. A konferálásban a szintén bringás Varjú Nándor segített. Talán kevésbé van meg a kultúrája a biciklizésnek, nem tudom, hogy minek köszönhető ez, de én azt gondolom, hogy az olyan rendezvények, amiket a Kristófék rendeznek, hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen és többen fognak biciklire ülni és használni. A Bringáza munkába kampányt egyébként a győri kerekesek idén önerőből valósították meg. Csak a mobilitási héten kaptak támogatást az önkormányzattól. De így is büszkék rá, hogy a több mint egy hónapos népszerűsítő kezdeményezés sokakat a drótszamára csábított.